Teljes pompájában áll már a város adventi koszorúja a sétáló utcában. A Kalocsa Vagyon Kft. Munkatársai napok óta szorgoskodtak a megújult díszen, mely most a szökőkutat öleli át. Nem csak a helye, de a kinézete is más lett. A fémkeretet fenyőágakkal borították be, itt kaptak helyet az adventi gyertyák is, melyek mostantól 4 vasárnapon át egymás után gyúlnak fel. Az adventi koszorú a várakozás szimbóluma. A 19. században jelent meg a német evangélikus keresztényeknél, a 20. században fokozatosan elterjedt néhány más keresztény irányzatban is. Az adventi koszorú az otthont és a templomot összekötő kapocs. Az örökzöld koszorúk már a pogány korban is a fény és a tavasz iránti vágyakozást szimbolizálták. A kereszténység elterjedésével ezek vallásos jelentőséget kaptak. A keresztény szimbolisztika szerint az adventi koszorú formája Isten örökké való szeretetét jelképezi, az örökzöld ágak a reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő fényt, Jézus eljövetelének közelettét. A 4 gyertya advent 4 hetét és ezen felül 4 fogalmat jelképez. Első a hit, második a remény, harmadik az öröm, negyedik a szeretet. Advent első vasárnapján, november 29-én a Sétáló utcában a város karácsonyi díszkivilágítása is felkapcsolódik. Az izzósorok is a helyükre kerültek, velük is segítve az adventi időszak várakozással teli időszakának szépségét. A koronavírus járvány miatt hozott intézkedések miatt idén elmarad a karácsonyi vásár, illetve a hagyományos adventi műsor a belvárosban. Ezért az adventi várakozást és ünnepi hangulatot programok helyett a város az adventi koszorúval és karácsonyfájával szeretné elhozni. Rendhagyó módon most vasárnaponként a Kalocsa TV 17:15-től vetíti az ünnepi összefoglalót, illetve Félvig Géza, Kalocsa város polgármestere is ebben az időben teszi közzé a műsort a közösségi oldalon.